Kedves nézőink, szombaton első ízben rendezte meg a Tósó Berendért Egyesület evezős versenyét a Városligeti tavon. Kérem, tekintsék meg ott készült felvételeinket. Mi adta az ötletet, hogy a Tósok Berendért Egyesület Tóberkenú evezős versenyt szervezzen itt a tónál? A Tósok Berendért Egyesületnek az év záróján fővetődött az a kérdés, hogy ugye van a Tóberkóbi, Tóberfest, tehát nincsen verseny, hanem ilyen különböző ezek a rendezvények. Úgy gondoltuk, hogy legyen egy versenyszerű rendezvényünk, és az életet Tóberkenú elnevezésű verseny. Hozzuk fel az ötlet. Kiket vártnak a versenyre? Hát a versenyre Ajka összes olyan evezésre és vízitúrázásra hajlamos embereket, akik szeretnek a vizen nevezni. Hány csapat jelentkezett? Itt 26 csapat jelentkezett, 76 fő. Milyen versenyszámokban lehet indulni? Hát úgy gondoltuk, hogy legyen kisgyerekes, itt biztosítunk kormányost, utána vannak az ifik, tehát 4 fős csapatok ezek, utána kis családos, kisgyerekekkel, utána nagy családos, nagy gyerekek, és a végén van egy kormányos, mindenki megmutatja, hogyan tudja kell kormányozni, van egy kormányos vetélkedés. Milyen nyereményeket kapnak a győztesek? Hát úgy gondoltuk, hogy oklevéllel jutalmazzuk a nyerteseket, és érméket kapnak, plusz a családi kategóriákba egy-egy szobrot, plusz a kormányosok is aranyezüst, bronz szobrokat kapnak, kenu szobrokat kapnak jutalma. A végén finomságokkal várják a versenyzőket, szervezőket. Mik lesznek ezek a finomságok? Általában itt rendezünk versenyeken, a szakarításnál mindig van főzés, mert sokan vagyunk megjelenve itt a tóparton, ezért most halászlé, gyümölcslé, meg úgy néz ki, hogy mákos guba is lesz a menüekben. Kiknek köszönhetjük az ebédet? Hát a Tósok Berendi Egyesületnek a tagjai főzik ezt a finomságot. A gyerekek versenyét a szuperlányok csapata nyerte, azaz Magyarorsi Fanni, Miskolci Ramóna, Mód Kinga és Ancsics Adél. Másodikak a Zseni Zselék lettek, a harmadik helyezést pedig a Tesco 1-es csapat érte el. Az ifi kategóriában a Németh Bálint, Barát Roland, Lovas András és Kotenc Mátyás 4-es, a Kemények nevű csapat lett a győztes. Ezüstérmet a másnaposok, bronzérmet a Tesco 2-es csapat kapott. A nagycsaládos kategóriát a Túra csapat nyerte, amelynek tagja volt Szűcs Sándor, Triber Ágnes, Szőlősi Krisztián és Csendes Róbert. A második a Pálfi család, harmadik a Csánics család lett. A kis családosok között nyert a Vegyes család, amelyet Ódor György, Ódor Patrik, Horváth Csaba és Vizi Laura 4-ese alkotott. Ezüstérmes a Sebesültek, bronzérmes a Bakos család lett. A kormányos versenyt a Bólyák között Bakos Zoltán nyerte, második Ódor György, harmadik pedig Szőlősi Krisztián lett. Mi lesz a legközelebbi vizitúra program? Hát a legközelebbi vizitúra program az a Sziget közbe megyünk, közösen a nagycsaládosok Veszprém Egyesületére oda megyünk a Sziget közbe 2 napra. Várnak új arcokat is ezeken a túrákon? Természetesen, bárki jelentkezhet, megvan a telefonszám, mi nekünk a városban van az ifi csoportnak, a VMK ifi csoportjának van egy vizitúra, horgász vizitúra szakköre, oda bárki eljöhet, és akkor ezekre a vizitúrákra bárki jelentkezhet. Nem gond az, hogy nincsen tapasztalatuk? Általában úgy szervezzük ezeket a túrákat, hogy mindig egy tapasztalt kormányos teszünk be, és akkor idők folyamán megtanulják ők is a kormányzást. Tehát tapasztalt kormányosokkal mennek a túrára. A vízitúrázóknak hány fős csapata van? Hát a vízitúrázóknak például van-e az üveggyári ifjúflotta, ez a Magyar Gyermek Ifjúflottának az egyik csapata. Éppen amikor leszünk Sziget közben, akkor lesz versenyük Dunaharasztiba. És hát ugye a VMK vizitúra meg horgászak körében is vannak gyerekek, és pláne most beindult a Borsos iskolába, Horváth Csaba vezetésével egy kormányos, tehát egy vízi kormányosi tanfolyam, például
múlt hét csütörtökön egész délután itt a tornán gyakoroltuk az elezést velük.